Az előző műsorban nem bontottuk ki a te karrieredet, te azért vakcinafejlesztéssel is foglalkoztál, meg jelenleg is egy nagyon dinamikusan fejlődő cégnél dolgozol, jelenleg izgalmas, innovatív munkákban vagy benne. Kezdjük a vakcinafejlesztéssel, hogyha nézi ezt a műsort, hogy körülbelül abban az időszakban, abban a periódusban mivel is foglalkoztál? Abban az időszakban az Intercellnél dolgoztam preklinikai fejlesztésen, főleg in vitro eszékkel dolgoztunk, ez gyakorlatilag egy viszonylag szűk spektrum a magának a védőoltás fejlesztésnek, ugye a klinikai vizsgálatok előtti szakasz. Ezt ugye Discovery Research-nek is hívják, és ugye a Discovery Research, tehát a hatóanyag definíció, kvázi a hatóanyag definíción belül létezik több alágazat, illetve al szakasz, és ennek mi főleg az in vitro ágát vittük, illetve valamelyest ugye együtt dolgoztunk az in vivo, tehát az élőben, az az állatmodelles vizsgálatokkal, az állatmodelleket kivitelező kollégákkal, illetve a fehérje kémiával, tehát a hatóanyag definícióval is együtt dolgoztunk elég intenzíven. A te munkádat, ha nézzük, hogy ezt a periódusát az életednek, a mostani vakcinafejlesztés a SARS-2-vel kapcsolatosan, mennyi párhuzamot tudsz vonni, mennyi hasonlóság, mennyire tudtad akár átérezni, vagy mennyire tudtad, hogy most a kollégák vagy hasonló munkakörben dolgozók hol tarthatnak, mit csinálhatnak? Viszonylag jól be lehetett lőni, én később dolgoztam védőoltás után, tehát védőoltás fejlesztés után dolgoztam monoklonális antitest fejlesztésen, ott lényegesen tágabb perspektívában, tehát nem csak in vitro, hanem az in vivo kivételével gyakorlatilag a teljes fejlesztési spektrumon dolgoztam. Ezek alapján azért elég jól be lehet lőni. A monoklonális antitest fejlesztés, tehát a passzív immunizációt végző készítményeknek a fejlesztése azért nagyban hasonló a védőoltásokhoz. Nyilván a klinikai kipróbálás megfelelően más, viszont az alapkutatási fejlesztés nagyon sokban azért hasonlít a kettőben. Furcsa időszak az elmúlt 2-3 év, vagy amióta tényleg a SARS az életünk rész, vagy ez már régebb óta ismerjük a SARS vírusokat, hogy kicsit is sajnáltad, hogy nem vagy ebbe benne, kicsit így irigykedtél, hogy néztél erre a mostani periódusra, úgyhogy tényleg ezzel foglalkozták korábban. Ez elég vicces, mert amikor ez az egész elkezdődött, akkor egyrészt kerestek ugye ilyen területen szakembereket, tehát azért viszonylag hamar engem is megtaláltak. LinkedIn-en fejvadászok, régi ismerősök, régi kollégák jelezték azt, hogy esetleg, ha érdekel, akkor részt lehet ebben venni. Én akkor elég más területen voltam éppen, egy klinikai vizsgálatokat végző koordináló cégnél dolgoztam, és most azt kell mondjam, hogy kisebb bajunk is nagyobb volt ennél idézőjelben, mert ugye amit a laikusok nem látnak, az azt, hogy a gyógyszerfejlesztést, a klinikai vizsgálatokat azért nagyon megütötte a koronavírus járvány. Gyakorlatilag egyik napról a másikra leállt szinte az összes klinikai vizsgálatunk, fizikailag nem lehetett bemenni kórházakba, tehát nem lehetett a hagyományos tevékenységet elvégezni, úgyhogy ez minket nagyon komolyan érintett. Valamilyen szinten egyik napról a másikra egy ilyen kicsit tűzoltási jellegű helyzetbe csúsztunk bele. Akkor nem akartam váltani, nem akartam a karrieremben egy ilyen hirtelen visszaugrást. Ugye azt sem lehetett tudni, hogy ez mennyi ideig fog egyáltalán tartani, hogy ez gyorsan megoldódik, hosszú távú probléma lesz. Nem akartam akkor váltani, illetve az igazán nagy cégek, az igazán gyors és ígéretes fejlesztési programok, azok nem kerestek embert, mert kvázi ők főleg házon belül azért ezt meg tudták oldani. Aztán a későbbiekben elcsábultam, mert tanácsadóként régi kollégákkal dolgozom egy antitest fejlesztésén a koronavírus ellen. Ez körülbelül 2020 őszére kristályosodott ki, vagy akkor jött, és akkor azóta segítek nekik ebben klinikai vizsgálati tapasztalattal. Te nézőknek is érdekes, tehát mondta, hogy házon belül a nagyobb cégek megoldják. Itt gondolom arra gondolt, hogy már régebb óta folynak ezek a fejlesztések, megvan a humán erőforrásuk, vagy pontosan mire gondoltad? Arra gondoltam, hogy van házon belül szakembergárdájuk, vagy viszonylag gyorsan mobilizálható szakembergárdájuk. Ugye a védőoltás fejlesztés nem számít egy ürletesen jó üzletnek, azért azt lássuk be. Tehát a gyógyszeriparon belül, ugye ez sokan azt hiszik, hogy ebbe ürletes pénz van. Idézőjelben békeidőben nem ez volt, sőt, nagyon messze nem ez volt a legjobban fizető ága ennek az iparnak, és éppen ezért azért elég sokan elhanyagolták, vagy nagyon kevés cég futtatott komoly védőoltás fejlesztési kapacitást, viszont azért voltak ilyen cégek. És ugye ezek a cégek rendelkeznek annyi erőforráson, annyi emberrel, hogyha egy új projekt van, akkor át tudnak csoportosítani, akár más projektek kárára is. És ugye ez megint az, amit nem feltétlenül látnak a laikusok, hogy a háttérben nagyon sok fejlesztési projekt késik azért, mert ugye embereket kell átdobni most a koronavírus fejlesztésre, ami ugye egy ürletes rizikó, mert azért azt láttuk, hogy bizonyos cégeknek bejött, bizonyos cégeknek meg nem jött be ezért vagy azért.
Ezt kommentekben is megkaptad, hú, biztos le vagy fizetve, tehát te is itt, mint szakértő, ősz és kérdezlek téged, tehát semmilyen fizetést nem kapunk ezért, hogyha ez kicsit így valakinek segít, hogy mi miért ülünk itt és beszélünk erről, de ezek a nagy cégek, ezek bődületes pénzeket meg tudnak mozgatni, és most ez érdekük is volt, hogy ezt te hogy látod, hogy az elmúlt időszakban, ez valószínűleg a gyorsághoz is hozzátett, hogy jelenleg itt vagyunk, 2021-ben van több hatékony védőoltás, mennyire érte meg a cégeknek, és mekkora büdzséről van szó, és hogy tudta ez a büdzsé akár jelenleg is ennyire felgyorsítani a kutatásokat, fejlesztéseket, hogy vannak használható védőoltások. Igen, hát a büdzsé mérete az mindenképpen több milliárdos, tehát azért összességében egy komolyabb fázis 3 klinikai vizsgálat általában a több százmilliós, akár a milliárdos nagyságrendben is el tud csúszni, attól függ, hogy mekkora, illetve konkrétan mit kell csinálni, vagy mit kell fejleszteni. A teljes projekt az bődületesen drága, és ugye azt is látni kell, hogy vannak ennél azért jobb megtérülésű projektek. Akinek bejött, az nyilván vissza fogja tudni hozni a fejlesztési költséget, és lesz rajta profit is. Akinek nem jött be, az meg hát, ja, ha szerencséje van, vissza tudja hozni a fejlesztési költséget. Ha nincs szerencséje, akkor lehet, hogy az sem jön vissza. Ez nagyon egyedi. Ez mindig attól függ, hogy melyik cégről beszélünk. Most nem akarok így konkrétan szembeállítani, de például a Pfizer-BioNTech párosnak ugye biztos, hogy bejött, tehát ők abszolút profitábilisak lesznek ezen, viszont ugye az AstraZeneca esetében már ebben kevésbé lennék biztos. Elég nagy mennyiségű oltóanyagot el tudtak adni az első szerződésekben, de utána nem valószínű, hogy lesznek további igazán nagy megrendeléseik, én most azt látom. Ezek a nagyobb cégek már több éve foglalkoznak kutatással, és akkor az elmúlt 2-3 évben rengeteg pénzt investáltak bele, mert látták, hogy az emberiségnek is szükség van, meg ez egy jó biznisz is. Szerinted ezek a kutatások körülbelül mikor kezdődhetnek, amik oda vezettek, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt, most nem tudom pontos időt mondani, de amikor engedélyeztetve lettek és használhatóvá, tehát tényleg a felhasználók is megkaphatták ezeket a oltásokat. Ez viszonylag rövid időszak volt. A Pfizer-BioNTech esetében például azt lehetett tudni, hogy ők már gyakorlatilag, ahogy az első hírek megjöttek arról, hogy van egy ilyen vírus születőben idézőjelben, vagy elkezdett keringeni egy ilyen vírus, ők szinte szerintem napokon, heteken belül elkezdtek ezen dolgozni, ami nyilván egy alapkutatási fázisban még viszonylag olcsó, de ugyanakkor egy rizikó is, mert ugye embereket kell már akkor allokálnom erre a projektre, és aztán lehet, hogy nem lesz belőle világjárvány, ugye ezt a H1N1 kapcsán láttuk, hogy ott is nagyon rámozdult az ipar, de végül szerencsére a H1N1-ből annak idején nem lett nagy járvány. És ugye itt látni kell azt, hogy az iparnak van egy indirekt költség tényezője is. Tehát ugye az, hogy én embereket teszek át erre a projektre, tegyük fel, akkor más projektek fognak késni. A klinikai fejlesztés ugyanez egyébként, tehát hogyha én erőforrást allokálok erre a projektre, akkor lehet, hogy más projektek fognak késni. És nyilván nem kell itt sajnálni senkit, tehát mind a kettőben van nyereségre kilátás. De ugye az egy rizikós döntés, megint csak üzleti szempontból, hogy tegyük fel egy blockbuster, tehát egy nagyon erős onkológiai indikációról én embereket, erőforrást teszek át, mondjuk egy védőoltás fejlesztésre, ahol sokkal nagyobb lesz, jelenleg látjuk mekkora nagy a verseny, tehát hogy hány cég fejleszt. Én oda átteszek egy csomó embert, és közben ugye a viszonylag hosszú távon is adott esetben biztos megtérülést hozó fejlesztéseimet késleltetem. Tehát azért ez nem egy olyan egyszerű döntés, hogy akkor itt vagy most szívlapáttal lapátolom a pénzt, vagy csak sima lapáttal, hanem ez kicsit azért egy ilyen fejlesztési, vagy egy üzleti rizikó is végső soron. Maradjunk itt a BioNTech cégnél, akik tényleg nagyon sok oltást és jól működő oltást tudtak a piacra dobni, most direkt ezt a szót használom, hogy nekik jól sikerült időzíteni, jó embereket szívtak fel, vagy már korábban is folyhattak olyan kutatások, hogy erre rá tudták építeni, úgy, hogy plusz embereket, plusz költséget tudtak oda investálni, hogy ez valószínűleg nem az elmúlt egy-két évben, hanem egy hosszabb folyamat, csak azt gondolnám, hogy most embereket is, meg pénzt is rengeteget oda irányítottok, ez körülbelül így nézett ki szerinted? Ez úgy nézett ki, hogy ők léteztek már nagyon régen, mint cég, nekik ugye van ez az mRNA-s, módosított mRNA-s technológiájuk, ők ezt főleg onkológiai indikációkban próbálták fejleszgetni, ugye megint nincs meglepetés. Üzleti szempontból talán az onkológia az, ami egy vívő ágazat jelenleg. Ők itt próbáltak dolgozni, és amikor jött ugye a koronavírus járvány, akkor ők viszonylag gyorsan át tudtak erre alapkutatási szinten ugrani. Viszont azért azt lássuk be, és ez szerintem az egyik érdekes része ennek a Pfizer-BioNTech párosnak, hogy itt találkozott egyrészt ugye a BioNTech-nek a szakmai tudása, az alapkutatási tudása,
a laboratóriumi háttere, a csapat, meg a koncepció. Találkozott ugye a Pfizernek ugye ez a brute force, ahogy szoktuk mondani az iparban, tehát hogy sokszor egyszerűen arról van szó, főleg a klinikai fejlesztésben, sokszor egyszerűen arról van szó, hogy mekkora erőforrást tudok rátenni. Tehát ugye, hogyha a BioNTech magában próbálta volna ezt megcsinálni, akkor lényegesen nehezebb lett volna a helyzet. Ugye ezt a Moderna kapcsán látjuk, ők kvázi egyedül operáltak valamilyen szinten. És ugye a Pfizer-BioNTech sikerének szerintem az is a kulcsa, hogy két egymást kiegészítő partner tudott nagyon korán, gyakorlatilag az első hetektől kezdve együtt dolgozni, tehát volt egy nagyon erős know-how-val, szaktudással rendelkező biotechnológiai cég, illetve volt egy brute force erőforrásokkal rendelkező, tehát iszonyatos mennyiségű, mind tőkével, mind pedig emberi erőforrással rendelkező klasszikus gyógyszercég, aki azt tudta mondani, hogy rendben gyerekek, akkor én most ráteszek, mit tudom én, 1000 embert a projektre. Annó, amikor az első hírek, információk szivárogtak, hogy fúziók vannak, pénzátcsoportosítások, te gondoltad volna, hogy ez ilyen gyorsan meg fog valósulni, hogy eredmények fognak jönni? Klinikai eredmények? Tehát, hogyha egy válsághelyzet van, vagy egy járványügyi helyzet van, ugye a hatósági keretrendszer, a jogi keretrendszer ott volt. Az más kérdés, hogy szerencsére nem nagyon kellett eddig használni, de a hatósági keretrendszer elvi szinten abszolút adott volt, és onnantól kezdve igazándiból ez egy erőforrás kérdés, hogy milyen gyorsan tudom megcsinálni, illetve ugye a klinikai vizsgálatok általában a sebesség meghatározó lépései ennek, ott ugye sok függ attól, hogy vannak-e alanyok, tehát van-e bevonható alany, illetve a betegségnek a gyakorisága van-e annyira gyakori, hogy el tudom végezni a klinikai vizsgálatot, ugye, mert ez szokott lenni például az ilyen úgynevezett outbreak patogénekkel, tehát amik jönnek és mennek, egy-egy helyen feltűnnek és mennek, azokkal lesz szokott lenni a fejlesztési probléma, hogy nagyon nehéz rá klinikai vizsgálatot írni, mert nem tudod, hogy hol jön legközelebb, és mire ott kitör a járvány, addigra nem tudod oda csoportosítani az erőforrást, elindítani a klinikai vizsgálatokat, tehát ennek van egy adott esetben több hónapos indítási szakasza, ugye engedélyezések, logisztika, stb. És ezt nagyon nehéz megcsinálni. Tehát itt ugye az is szerencse volt a klinikai vizsgálatok szempontjából, hát szerencse, na. Tehát most a mi fejlesztői szempontunkból szerencse, nyilván nem volt szerencse ez, voltak ilyen betegek, kvázi lehetett fejlesztést végezni. Volt egy exponált populáció.